Sziasztok, következő bemutató videónk, vagy unboxing. Egy Asus Stuff Gaming GT501 ház lesz. Közben itt van a kis kutyám. De a lényeg az, mert már ilyen volt, az itt van, hogy fehér színű. Szóval most annyira nem is mutatnám be, de azért, hát aki még lehet azt nem nézte meg, annak megmutatom Itt van a dobozán a specifikáció. E-ATX-es ház, 10,7 kg. hát a méretei ott vannak, aki akarja, az itt megállítja és megnézi. Ott milyen ventilátorok férnek bele, milyen placi hűtő, maximum, meg ilyesmi. Azt azért elmondom, hogy az 420 mm-es, de bontsuk és kinézzük meg, hogy hát, ha összetörtéke, mert itt az elején le van szakítva a fogantyú, azt nem tudom, hogy csinálták, biztos olyan vagány volt a postás, hogy egy kézzel hurcolázta. Na mindegy, de nézzük meg, remélkedem, hogy nincs semmi baj. Na szóval, kinyitottam a dobozt, és így néz ki. Felülről. Hát rendesen be van csomagolva, itt az üveg, azt akarom megnézni, hogy nem, az, az nem esérül, de ezt mindenképpen Nem szóval megint meg a videót. Na, szóval. Így néz ki a doboz belülről. Na, így, így, Hát úgy látom, nincs semmi baja. Ezért csak vigyáztak rá, amennyire lehetett. Igaz, hogy leszakították a gyári dobozát. Hát megint meg kell állítanom, bocsik. Na, szóval már félig kiszabadítottam. Van hozzá egy ilyen... Hát szerintem már nem emlékszek rá, de ez a felső... Aha, a felső hűtőnek a védőrácsa. Így néz ki, ú, nagyon brutális, gyerekek. Ez nagyon brutális. Körbe mutatom. Jaj, de csak nem borul fel, nehogy lehessen már itt. Nagyon jól néz ki. Ilyen már volt feketébe. Nagyon tetszett feketébe és brutál. De leveszem róla azt a kis... Hát gyerekek, fehérbe azért szerintem. Hát vagyis nem tudom, feketébe is nagyon jó. De fehérbe is tökéletes. Nagyon-nagyon szép, gyönyörű. Csak akkor most majd úgy kell építenem ezt a gépet, hogy fehér lesz benne minden. Na, szóval így néz ki. Elég jó kis házikó, könnyű szerelni. Itt van a bekapcsológombja, van rajta két USB 3 egy mikrofon, fülhallgató. Könnyű szerelni, és mondom, nekem már volt ilyen feketébe. Így néz ki, ez a megmutatjuk. Van benne egy gyár. 14-es Ventinek, nézem, itt is van három. Nagyon-nagyon jó. Ott van benne, most nem tudom ki, de csavarjai gondolom. Lehet benne állítva is rakni a végiát, tehát vertikálisan elfordítva. Na jó, hát ennyi lett volna ez a kis bemutató videó. Tetszenek a videó, nyomj egy is és iratkozz a csatornámon. Sziasztok!